Jaj, megint ez az ablak. Csukás, meg nyitás, ugye. Azt mondják az orvosok, hogy télen sokat kell szellőztetni. Sokszor kevés időt. Azt mondják. Ugye, ebben a videóban arról fogok ugye beszélni, a jogokról, meg a YouTube partnerségről, ugyanis azért egy a címe végül is az lesz a címe, hogy ugye a jogok vesző YouTube partner, mert végül is ez egy. Tehát most felváltva fogok itt beszélni egyszer a YouTube partnerről, egyszer a jogról, egyszer a jogról, egyszer a YouTube partnerről, soha. Szóval végül is ez egy téma, ugyanis most azért jött rám ez a témakör, mert ugye szerkeztem most a LOL videót, ugye a gameplayt, remélem jó lesz, még fél óra is és kész a videó. Addig ugye nem tudok mit csinálni, csak szinte videózni. És mondom, jó van, akkor felnézek a csatornámra, mondom, megnézem a jogos védett videókat, vagy mi van, amiket letiltott a YouTube, mert zenét raktam alá, vagy valamit érzékelt, ami le van fédve, és ezáltal ugye reklámokat helyez el az a egy videó alatt mondjuk, és azt a reklámból bejövő pénzt mondjuk megkapja, aki csinálta a zenét, tehát a szerző ugye megkapja. Na most, a második, amikor ugyanez miatt, tehát valami téves zenét benyomok, vagy valami, és az le van védve, de viszont arra már egy nagyobb dolgot ráraktak, szóval például, hogy le van tiltva pár országba, tehát mondjuk másik országban mondjuk nem is tudják megnézni a videómat, ez az egy zene miatt. Közben mondjuk 30 perc is a videó, abból egy perc véletlen a zene belehallatszott, na és akkor ezért már el van rontva az egész videó. És mondom, ne legyen már, mondom, akkor ezt tisztítgassuk szépen, megmondom, most úgyis ráérek, van vagy 10 akárhány ilyen videóm, ami erre a jogra érvényes cucc, és akkor itt ülök a gépnél szépen mindegyikről egyenként szedem lefele a zenéket, mert olyat lehet csinálni, hogy ami zenét észlelt, az szépen letörlő, és akkor onnantól kezdve nem lesz semmi bajom vele, annyi lesz, hogy lesz egy videó, és akkor nem lesz zene, meg semmi hang, hanem csak egy ilyen néma videó lesz, ja. De mondjuk amelyikben vlog videót csináltam, csak a zene, akkor olyan lesz, hogy mint most dumálok, és mondjuk a szólna a zene, és elkezdek táncolgatni, akkor csak a táncom látszik, hallani, nem halljátok a zenét, hogy egyetlen mire táncolok. Ennyi ennek a rossz dolog az egészbe. A másik meg, ha a gameplay-eknél rakok be ugye a zenét, akkor az elég gáz lesz, mert egy gameplayt fogtok nézni, ami alatt nincsen zene, és ez elég unalmas lesz szerintem. De majd kiderül, mindegy, ez egy ilyen régebbi videókra érvényes, mostan már figyelek erre, tehát most már azért figyelek oda, hogy ne csináljak ilyen hülyeségeket. Szóval már kitalált a YouTube adott azokat a zenéket, amiket a YouTube tölt fel, hogy tudjuk használni mi YouTube partnerek, ugye. Hogy ne legyen ilyen gondunk, bajunk. Szóval most ezt így megcsinálgattam. És akkor nem tudom, szerintem egy-két nap a szégzek is az ilyen izékkel. Onnantól kezdve az ilyen régebbi videóban nem lesz agyfasz. Közben itt kiszórtam a izét, csak nem tudom, hogy takarítsam föl. És a porszívóval föl akartam szívni, de hát úgy látom, nem fogom tudni fesz. Mert nem ér odáig a hosszabbító. Na mindegy. Akkor egyszerűen csak a tejerem bele söpröm ezt. Na még jó, hogy kaptam egy ilyen figyelmeztetés, hogy mivel ugye mostantól YouTube partnerről, nem mostantól, mert már régóta vagyok, kb. 3-4 hónapja, ugye, mert többfajta YouTube partnerség van. Mert van, amikor, hát nem tudom, az a lényeg, hogy
a YouTube partnerség hirtelen mindig arra gondolnak mások, hogy az akkor pénzt kap a videó miatt. De nem, egyébként nem kapok pénzt, ugyanis ha pénzt kapnék, akkor az lenne, hogy reklámkodj a videóm alatt. És nyilván nem látjátok a reklámokat, akkor nincsen pénz. De persze azt is bele tudnám állítani, de hát még nem állítunk ilyeneket be, mert ezt csak hobbiból csinálom. Ugye nyilván, de viszont lehetek attól YouTube partner, mert többfajta választás ugye van. Van, amikor mondjuk én fizetek nekik egy bizonyos összeget, és akkor adnak plusz ilyen egyéni dolgokat, amiket én tudok használni, ugye? Meg van ennek rengeteg módja, tehát most nem akarok én ebből kis lexikont csinálni, csak annyit akartam mondani, hogy most már ne ijedjetek meg, ha esetleg valami régebbi videót néztek tőlem, és néma dolgokat hallatok benne, akkor az azért van valószínűleg, mert zene volt ott annak idején, csak most meg itt már ki lett törölve a zene, és akkor így gondoltam, így láttam ennek, így láttam jól. Na még 24 perc, és 1 óra 8 perce megy, 73%. Hát igen, kicsit lassan csinálja a gameplay-eket, ugye? A gépezet. Mások már kiladták a szomszédba a karácsonyi díszeket. Az ablakba tudjátok ezeket a világítós cuccokat, de nekem is itt van, ugye, csak ez nem az ablakba kell rakni, hanem csak úgy világít, tudjátok, ez a LED gyertya féleség. LED gyertya féleség. Na hát ez is egy ilyen rövid videó lett végül is, ameddig itt most szerkeződik a buli, a gameplay, ameddig itt szerkeződik, addig valamit beszéljek, valami témákat, aztán majd lesz valami. Na csó mindenkinek.